Mindenki sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal megismerkedünk a szel utasítással. A szel utasítás alkalmazásával lehetőségünk nyílik arra, hogy háromdimenziós szilárdtest objektumokat vagy felületeket szereteljünk fel egy adott sík mentén. Nézzük meg, hogy milyen funkciókkal ö, tudjuk mindezt megtenni. Először is adjuk ki a szel utasítást, a parancsolba. Ezután ki kell jelölnünk a szeretelendő háromdimenziós objektumot. Itt több objektumot is meg lehetne adni, ha a kijelölést befejeztük, üssünk egy entert. Kiválasztás után meg kell adnunk a szerősítnak a kezdőpontját. Most kiválasztom ezt a végpontot, majd klikkelek a kör középpontjára, és ezután megkérdezi az autóket, hogy melyik oldalát szeretnénk az objektumnak megtartani. Amelyiket meg szeretnénk tartani a szerés után, arra kell ráklikkelnünk, tehát én most ide fogok klikkelni, és ez a fele fog megmaradni a háromdimenziós objektumnak. Most visszavonom a utasítást, és még egyszer kiadjuk a parancsolba, kiválasszuk, enter, klikkelünk egyet, kettőt, megadtuk a szerési síkunkat, majd mivel mindkét oldalt meg szeretnénk tartani, ezért nem klikkelek rá egyik oldalra se, tehát ütök egy enter és mind a két fele megmarad a szerés után az objektumnak. A mozgatás parancsal egy kicsit el is tudjuk mozgatni, így jobban lehet látni, hogy mi történt. Jó. Elkészültünk. Most visszavonom az utasítást, és tovább fogjuk nézni a funkciókat. A szelősi kezdőpontja után nézzük meg a sík objektum megadásával, hogyan lehet szelősíkot definiálni. Ugye egy kört, egy elipszist, Ívet, 2D splint, vagy 2D vonalláncot használhatunk föl meccősíkként a help alapján. Tehát most ö, rajzoljunk egy kört. Ennek adjunk valamilyen szint, ugye, hogy jobban lehessen látni. Majd mozgassuk egy kicsit el. Ugye megpörgetjük 3D-be, jobban lehet látni. El is lehet forgatni, megadjuk a bázispontot, majd a tengelyt, és mondjuk mínusz 30 fokkal elforgatjuk. Nézzük meg, hogy a sík metszi -e az objektumot, nem metszi, egy picikét húzzuk lejjebb, talán most már jó lesz. Rendben van, és kiadjuk a szel utasítást, objektumot jelölünk, és ugye síkbéli objektum, megadjuk, enter. És szépen lehet látni, hogy a kör által meghatározott sík mentén szeltünk le egy darabot az objektumunkból. Talán elég szemléletes volt ez a példa, hogy tovább tudjuk menni. Most is visszavonom az eddigi műveleteket. És ugye nézzük meg a felület funkciót. A felület esetén ugye a vágósíkot egy felület fogja meghatározni. Ehhez először egy felületet kell létrehozni. Rajzolok egy egyenest. Majd ennek az egyenesnek a tulajdonságainál a vastagságot átírom 50-re, és ebből adunk neki egy szint, hogy jobban lehessen látni. Majd inkább legyen zöld. Ebből készítünk egy felületet, tehát módosítás, 3D műveletek felületi alakít. Oké. Okay. Letöröltem a vonalat. Elvileg a felület van kijelölve. Tehát felület, kihúzás. És most bele tudunk menni a szel utasításba. Szel objektumot jelöl. Majd kiválasztjuk a felület funkciót. Ráklikkelünk az opcióra, vagy F betűvel megadjuk. Kijelöljük, és enter. Ha mindent jól csináltunk, látható, hogy a felület mentén ketté szeltük az objektumunkat. Rendben van, most is visszavonom az eddigi műveleteket, és folytatni fogjuk a szerparancs megismerését. A felület után jön a z tengely funkció. A vágósík meghatározása egy pont megadásával a síkon és másik ponttal a sík z tengelyén normálisan. Jó, tehát tulajdonképpen meg kell adnunk a z tengelyt, és a z tengelyre irányára lesz merőleges a metsző síkunk. Próbáljuk ki az utasítást, szel, parancs, kijelöljük az objektumot, jön a Z tengely, amit ugye a ZT karakterek begépelésével lehet elérni. Jó, ez legyen mondjuk ugye itt a síkon rajta, majd egy negyedelő pontot ezzel definiáljuk a tengelyt, és ezután ugye el az irányra merőlegesen létrejön a metszőség, ami elmetszi a el az objektumunkat. Jó. Szépen látható mozgatással ha egy kicsit széthúzom őket megint csak szépen látható, hogy el szereteltük az objektumot. Az E után nézzük meg az XY funkció működését. Ha ezt válasszuk ki, akkor az aktuális felhasználói koordináta rendszer XY síkjával párhuzamos lesz a sík, csak meg kell adnunk a síknak, a metsző síknak egy pontját a szeretelendő objektumon. Válasszuk ki a szell parancsot, Ezután, ha kiadtuk magát az objektumot, és adjuk ki az XY belső funkció eléréséhez az utasítást, és ezután adjunk meg egy pontot az objektumon, itt most kiválasztjuk ezt a felező pontot, és ütünk egy entet. Ebben a pillanatban látható, hogy a sík az aktuális, felhasználói koordinátorrendszer XY síkjával egy beesik, és ahova klikkeltünk, ott definiáltuk magának a síknak a helyzetét, tehát hogy hol metsz el a 3D-s objektumot. A mozgatás parancsal el tudjuk mozgatni, és látható, hogy szépen kettészeltük. Most próbáljuk ki az YZ funkciót. Az YZ síknak egy pontját kell megadnunk, hiszen maga a sík pedig párhuzamos lesz a felhasználói koordinátorrendszer YZ síkjával. Tehát szel, kielőr, YZ, és megadunk egy pontot, majd Enter. És látható hogy ugye ebbe a pontba elvágtuk a, az objektumot, el tudjuk mozgatni, hiszen ugye az YZ-vel lett párhuzamos a meccőség. Oké, okay. nézzük meg az XZ funkciót. Ilyenkor a felhasználói rendszer X Z síkjával lesz párhuzamos a metszősik. Meg kell adnunk egy pontot, hogy hol értelmezzük ezt a síkot, nézzük meg, szer, megadjuk, Enter, Z X, klikkelünk, Enter, és szépen ketté vágtuk. az objektumunkat. Azt hiszem, hogy ezek a funkciók nagyon hasznosak, és kis gyakorlás után szinte magától értetődő lesz az alkalmazásuk. Zárásként még nézzük meg a három ponttal, hogyan tudunk metsző síkot létrehozni? Ugye itt az a lényege, itt a helpen is látható, hogy három pont mindig meghatároz egy síkot, ugye ezért is szokták a 3D-s objektumokat háromszögekre bontani, hiszen azzal egyértelműen le lehet modellezni egy objektumot. Itt a maradék részen, tehát az objektumunknak egy maradék részén próbáljuk is ki tehát meg kell adnunk három pontot a térben, ezek egy síkot fognak definiálni, és ementén fogjuk elszelni az objektumot. Ugye kiválasztjuk az objektumot, három pont opció, legyen az egyik, másik és harmadik, és most ezt a felét fogjuk megtartani, elmetszettük. Jó, még egyszer nézzük ezt meg. Szel, objektum, három pont, ugye ez az egyik pontunk, hát legyen ez a másik pontunk, lehet a harmadik pontunk, és most már kicsit izgalmasabb a szerés után az objektumunk alakja. Tehát szépen megadtuk a síkot, és fel daraboltuk vele. A kiindulási 3D szilárd testet. Rendben van. Ö, azt hiszem, hogy áttekintettük a legfontosabb funkciókat. Nyilván ezeket nem kell mindig alkalmazni, a feladat, ahogyan kívánja, úgy kell kiválasztani a leginkább megfelelő funkció alkalmazását. Köszönöm, hogy ebbe a rövid kis úgy gyakorlat videóban is velem voltatok. Remélem, hogy kicsit tudtam segíteni, legközelebb is találkozunk, maradjatok addig is velünk, ha még esetleg nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornára, és a többi. Sziasztok!